Nem vagy szarember, mert 7 napja iszol. Fel a fejjel, haver. Ha te azt mondod, alkesz vagy, az azt jelenteni, hogy én is az vagyok. Ugye nem vagyok alkesz. Ugye nem mondanál ilyet haverodra. Na gyere, ígyunk egyet. Sziasztok, Vince vagyok, és elmondok nektek 7 okot, ami miatt megéri nektek inni alkoholt. Kezdjük is, vágjunk bele. Nem húzom az időt, az első. Az alkohol a kultúránk része. Minden rendes magyar ember iszik. Sokfélék vagyunk sokfelé, de ez az egy közös bennünk. Nemzeti italok vannak, unikum, pálinka, tokai aszú, ezek már nem is italok, ezek a nemzetünk jelképei. Egy 1000 éves legenda részévé válsz, hogyha ezeket iszod. Kettes. Az alkohol elűzi a stresszt. Van, hogy úgy érezzük valami miatt az életben, ha túl sok problémánk van egyszerre, hogy egy nagy kibogozhatatlan csomó így összeszorítja a jókedvünket, és muszáj kibogozni, hogy elmúljon az a nyomasztó érzés. Arról álmodozunk, hogy milyen felszabadító lenne, hogyha végre egyszer ki lenne bogozva a csomó, és az alkohol az megadja ezt az érzést. Ha nem is bogozódik ki tőle, de legalább így elfedi a csomó, tehát nem másfele nézel, hirtelen már nem érdekel a csomó. Egyetlen baj van ezzel, hogy másnap még szorosabb lesz a csomó, de nem baj, mert megoldhatod az előbb említett módon. Hármas. Az alkoholtól jó fejebb leszel, vagy jobb fej. Ti hogy mondjátok? Biztos sokan tapasztaltátok már közületek, amikor karizmatikus vagy, megoldódik a nyelved, hirtelen bármilyen lányhoz hozzá tudsz szólni, viccesebb vagy, bátrabb, megnő az önbizalmad. Konkrétan az alkohol egy szociális varázsital. Mintha megnőne a szociális érzék skilled 70%-kal átmenetileg. Bárcsak a hétköznapokban is tudnál ilyen lenni. De többet lehetsz ilyen, hogyha többet vagy ittas. Négyes. Az alkohol az egy kulturális esemény. Egy dolog, hogy a pálinka, tokai és a többi, meg ezek nem ital. Másik dolog, hogy a külvárosi gyári munkások itala, a sör. De az alkohol a kultúra legmagasabb részénél is jelen van. Képzeljük el, akik borászatba mennek inni. Látszólag nem is az alkoholfogyasztásról szól, hanem olyan, mint a színházba mennél, annyira posztolható. Tudjátok, amikor felmész a helytetőre, és akkor kezedben van a boros pohár, és akkor készül a selfie a mennyasszonyoddal. Igazából csak elmentetek inni. De így már van egy pátosza, hogy ez nem hibás, ez egy ünnep. A bor ünnepe. A kézműves soribók is kézműves sört olyan inni, mintha ellátogatná az összes olyan országba, ahova mások nem szoktak menni. Ettől egy nagyon kicsit úgy érezted, hogy jobb vagy másoknál. És hogyha van egy saját kézműves söröd, akkor ez a kulturális élet legmagasabb csúcsa. Ez olyan, mintha egy színházigazgató lennél, vagy egy ilyen világhírű festő, vagy Szoboszlai Dominik. Arról se feledkezzünk meg, amikor üzletfelek, vagy ilyen fontos emberek megegyeznek valamiben, akkor ott kell lennie a pezsgőnek. Vagy hogyha menjenek valami, nem tudom, Forma 1-ben, vagy bármilyen megnyitó, pezsgő, diátudó, pezsgő, esküvő, pezsgő. Tehát ahhoz, hogy kultúrád legyen, ott kell lennie az italnak. Ötös. A baráti társaságod is szereti ezt a hobbit. Ez az egyik dolog, ami közös bennetek is összeköt. Vagy lehet, hogy ez az egyetlen. Azért valljuk be, nem lehet mindenkinek vitorlarepülős, meg kickboxos, meg kriptomilliárdos baráti társasága, de maradjunk is a realitás talaján. Nekünk ez jár. Nekünk az alkohol jut. És mivel a többiek is szeretik az alkoholt, ezért segítenek egymásnak így kölcsönösen elnyomni a lelki ismeretét. Nem vagy szar ember, mert 7 napja iszol. Fel a fejjel, haver. Ha te azt mondod, alkesz vagy, az azt jelenteni, hogy én is az vagyok. Ugye nem vagyok alkesz. Ugye nem mondanál ilyet haverodra. Na gyere, ígyunk egyet. Ugye ismerős. Hatos. Az alkoholra mindig számíthatsz. Sok minden változik az életben. Az anyagi helyzeted, munkahelyed, párkapcsolatod, rokonokat elveszíthetsz. Bármi megváltozhat. De egy dolog biztos. Berúgni mindig ugyanolyan érzés lesz. Tudod, mire számít, és tudod, milyen lesz az elején, milyen lesz a közepén, milyen lesz a vége fele. Kiszámítható. Tehát van, amit nem tudsz kontrollálni az életben, nagyon sok mindent, de az, hogy most berúgj, azt igen. Tehát most ezt akarod érezni, iszol, és azt fogod érezni. Hetes. Az államnak nagy bevétel termel, mivel sok jövedéki adó van a szeszes italokon. Rákerestem, de forint per hektoliterben adták meg, és nem tudom kiszámolni, mert én bölcsészetre szakra jártam. Szóval nem tudom pontos összeget, de ez egy passzív bevétel az államnak.
Igazából nem csinál semmit ezzel az állam, csak jön a pénz belőle, és ezért gazdagabb lesz az ország. Amúgy, ha belegondolunk, igazából az adók nagy része az egy passzív bevétel, de mindegy. Szóval, ha mindezeket összeszedjük, akkor már könnyű megérteni, hogy miért nem tudsz leszokni. Minden okod megvan rá, hogy ne szokj le. Amint megpróbálod elkezdeni feszegetni a határokat, akkor rájössz, hogy igazából azok mozdíthatatlanok. Tehát nem lehet csak úgy félváról venni, hogy mintha abba hagynál a fütyörészést vagy a segvakarás nyilvánosan, mert bele van ivódva a kultúránkba, az identitásunkba, a részünké van válva. Tehát, hogyha el is intézted azt, hogy személyes kötődésed az megszűnt az alkohol irányába, hogy hirtelen azt mondod, jó, most utálom, most hagyjatok, akkor is minden körülötted lévő, minden egyes dolog visszahúz bele. És ez úgy meg már sokkal nehezebb, meg hát amúgy sem ér annyit, amúgy is Laci többet iszik, mindig fogsz rá találni okot. Tudjátok, tejfakasztó buli, eljegyzési buli, ballagás, igazából bármit ki lehet találni, elkészült a kerítés. Hogyha ezen múlik, hogy kell hozzá esemény, akkor mindig lesz esemény. Lényeg, hogy nem kell rá ok, mert úgy is fogsz rá találni, ha akarsz. Valamit be kell vallanom. Én 2021. november óta én nem ittam egy csepp alkoholt sem. Tudom, most sokan úgy értik ezt, hogy valamit be kell vallanom, meleg vagyok. Megértem, ők nyomhatnak egy diszlájkot. Aki nem így hallotta, annak azt mondom, hogy szerintem megéri nem inni. Azóta olyan, mintha felébredtem volna. És visszatekintve olyan az az időszak, amikor sokat ittam, mintha az egy alvás lett volna, vagy egy aludtam volna, vagy nem tudom. Szóval csak egy ötlet, mi lenne, ha nem az okokat keresnéd, hogy miért így áll, hanem egyszer minden ok ellenére azt tennéd, amit amúgy tudsz, hogy helyes, vagy amit legbelül érzel, hogy azt kéne tenni. Csak ezt az érzést ugye könnyű elnyomni, mint hogyha lenne hét kis ördög, a hét ok, hogy miért így áll, és akkor egy angyal, hogy miért ne így áll. És akkor rá nyilván a hét kis ördög fog nyerni, hogyha hétszer annyian van. De nem nyomhatod el örökre a lelkiismereted, mert akkor bűntudatod lesz, és utálni fogod magad. Az önutálatot pedig könnyű alkoholba folytani. Ugye ismerős? Tehát felmerül benned az érzés, hogy lehet abba kéne hagyni, vagy lehet sokat iszok, és akkor jön a hét ok, hogy de Laci többet iszik, bla bla bla, és akkor megint iszol, és folyamatosan elnyomod ezt az érzésedet. És egy idő után már tök szarul érzed magad, de nem tudod miért. Hát azért, mert a lelkiismeretedre nem hallgatsz. És hogyha szarul érzed magad, mit csinálsz? Iszol. És akkor még szarabb. Szóval ez egy ördögi kör a végtelenségig. Szóval mi lenne, ha egyszer az életben nem a könnyű utat választanád, hanem a helyes utat? Csak ennyit akartam, köszönöm a figyelmet. Találkozunk legközelebb, sziasztok! Sárival vagyok, így ott minden más.